ahogy beszéltünk róla tegnap, Thessalonikiben jöttünk el, és ide lejöttünk már a partra, hogy itt fogjuk ma tölteni a nap nagy részét. Parkolóhely tekintetében itt viszonylag közel a központhoz egy parkolóházban álltunk meg, és ezt javasoljuk mindenkinek, mert az utcákon való parkolása szinte lehetetlen. Leültünk ide kávézni, és az az érdekes, hogy ahogy leülünk és hozzák az étlapot, meg az itallapot, rögtön hoznak egy üvegvizet. Annyi pohár alahányan ülnek az asztalnál, ezt mindenki megkapja. És egy jeges cappuccinót iszunk most. A Csaba meg egy eszpresszót. Na most, hogy megkávéztunk, elindulunk az Arisztotelész tér felé. Meg a híres piacra is benézünk egy kicsit. Megérkeztünk az Arisztotelész térre. Gyönyörű ez a tér. Végig egy ilyen árkádos rész van, tele kávézókkal, éttermekkel. És a másik oldalon ugyanúgy. És mindez itt van a tenger mellett közvetlenül. Hatalmas tér, gyönyörű. Megtaláltuk Arisztotelészt is. Gondolom a nagy lábúja megfogása némi szerencsét kell, hogy hozzon, mert az eléggé fényes már. Ja, biztos mindenki ezt fogja meg. Megérkeztünk a piacra. Látjátok, mennyi féle kenyér van? Ez az a piac Thessalonikiben, ahol állítólag mindent, de mindent lehet kapni. És én most már nem is kételkedem ebben. Mert ez tényleg úgy néz ki, hogy itt aztán mindent lehet kapni. Ó, halakat is árulnak. Na nézzük. 12 euró, hatalmas tinta hal. Ó, tonhal is van. Na,
Hello! Hát a hűtőlánc az itt nem nagyon biztosította, hogy elnézem. Kint a 30 fokban vannak a húsok. Na, itt bevásároltunk fűszerekből. Majd otthon kipróbáljuk. És ugyanezt kilérve is meg lehet vásárolni. Ezt már több helyen láttuk, hogy így vákumozva árulják. Sőt, voltunk tegnap egy helyen, ahol az olívaolajat vettük, ott is ki lehetett választani, és hogy levákumozzák, hogy milyen olívát szeretnénk. Ó, de jól néznek ki. Még paprikája is van. Igen, ez erős paprikával van töltve. Hatalmasak. Jó, megparadint a alap. Rákok. Lalukka? Szép nagy szemű cseresznye. Ez 6 euró? Hát a cseresznye az itt nagyon drága. Összes többi zöldség nem olyan vészes, de a cseresznye az drága. Átjöttünk a piactól. És itt van ez a gyönyörű templom, de be van zárva a kapu. Hogy itt bemenni valószínű nem fogunk tudni. De ott vannak olyan. Ja, de vannak. És ők hogy mentek be? Lehet, hogy így. Mindjárt megnézzük, hogy valahol sikerül-e bejutni ide. Ja, van egy lift. Ez mehet oda vajon? Na, jön a lift, akkor liften lehet lemenni. Nulla. Hát ez nagyon érdekes, mert beszálltunk a liftbe, és nem vitt le minket, be se csukódott az ajtó. Aztán kiszálltunk, becsukódott és lement. Majd ha körbejárjuk, akkor kiderül, hogy van-e valami lejárat. Hatalmas park. Kívülről nagyon szép pedig. Elérkezett az ebédidő, úgyhogy egy-egy gyíroszt betolunk most. Itt az Arisztotelész térem. Jó étvágyat! Jó étvágyat! Na, megettük az ebédet, most eszünk egy kis desszertet hozzá. Valami túrós, és én meg egy tököset vettem. Ez az. Amiután ettünk, ittunk eleget, és elmegyünk le a park felé. Hú, de itt micsoda cuki mellett megyünk el? Azt a... Hú, de guszta fagyik vannak. Jól néz ki. Guszták a fagyik. És a sütik is. Húha. De jól néznek ki. Torták is. Na mindegy, most már nem tudunk többet enni. Ugye elmegyünk le a part felé, és akkor most elindulunk a másik irányba, a fehér toronyig mindenképp, aztán majd meglátjuk, hogy merre megyünk még. És akkor most itt a promenádon megyünk végig, oda a fehér toronyig mindenképp. Bárokkal van tele az egész utca. Érkezünk lassan a fehér toronyhoz. A Thessaloniki, az Görögország második legnagyobb városa, ennek megfelelően elég sokan vannak itt, viszont igazi jó tengerpartja nincsen, ami fürdésre alkalmas. Ez egy kikötőváros, tehát itt azért nem is kívántuk meg, hogy bemenjünk a vízbe. Eléggé szemetes.
A várostól pár kilométerre vannak fürdőhelyek, de igazából a tesszalonikiek is lejárnak Halkidikire strandolni. Itt van a kalózhajó kikötő. Egy már van a kikötőben, és most jön egy következő. Eléggé tele vannak. Sokan hüsölnek itt az árnyékban. Oda föl lehet menni? És föl lehet menni a toronyba, igen. Most indul a hajó. Nagyon rafkósak egyébként, mert megkérdeztem, hogy mennyibe kerül, és azt mondták, hogy ingyen lehet felszállni, csak inni kell a hajón. Hát most el tudom képzelni, hogy jó áron adhatják az italokat ott. Tehát valószínűleg olcsóbb lenne, hogyha kifizetnénk a hajójegyet. Egy fél órás kört tesz egyébként, nem sokat. Egyszerre 70 ember lehet bent ebbe a toronyban, úgyhogy nem lehet csak akkor menni, amikor mi szeretnénk, és 6 euró fejenként a belépődíj. Felültünk egy ilyen hop-on-hop-off buszra. 40 euró volt a családi jegy, és ezeken a nyelveken van idegenvezetés. Hát magyarul nincs, úgyhogy megpróbálkozunk az angollal. Egész idáig följöttünk most egyszer a busszal, itt leszálltunk, kicsit nézelődünk, aztán majd a következővel megyünk tovább. Ez a nagy előnye ezeknek a buszoknak. Na, átmegyünk. Ó, ez szép ez a hely. Megnézzük a várat most. Meg a kilátást a várból. Ez itt igazán hangulatos, ez a felső rész. Ez még a régi Thesszalonikihez tartozik, mert az alsó város az a 20. század elején valamikor leégett, és ott viszonylag új épületek vannak, és a régi hagyományos épületek azok itt fönt vannak a felső városban. Hát igen, innen lelátni az egész várost, vagy belátni az egész várost. Innen látszik, hogy milyen hatalmas. Elképesztő nagy város. Oda a toronyba 6 euróért lehet fölmenni, illetve a várfalra. Elképzelhető, hogy valami kiállítás is van, de úgy gondoltuk, hogy most annyit azért nem fizetünk, mert már az is 40 euró volt, hogy ide följöttünk. És itt vannak mindenféle kapuk még, különféle kapuk. Még ide bemegy, nézünk majd. Túl sok időnk úgy sincs, mert majd jön a busz, és akkor föl kell szállnunk. Ezek valami iszonyatosan vastag falak. Itt látszik. Nagyon széles.
hogy lett ez a teteje. Az előbb itt jött föl a busz, tehát erre fogunk majd tovább menni. Azért igazából a busz meg a fal között 2 centinél több nem volt, az biztos. Eléggé ki kell centizni itt nekik a helyet, nem könnyű terep busszal. És megnézzük, hogy oda szembe föl lehet-e jutni. Oda nem lehet sajnos fölmenni, úgy tűnik. Annyira oliva termővidék, hogy még itt a lóváros közepén is van olajfa. Igaz, ezen fönnakadt egy farmer nadrág. Szerencsénk volt, mert ahogy visszaértünk éppen, pont itt állt már a busz, hogy gyakorlatilag nem kellett rá várnunk, és nem is maradtunk itt. Hát itt igen, ki kell centizni.
visszaérkeztünk a kiindulóponthoz. Hát végére értünk a thesszaloniki kis túránknak. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek velünk felfedezni egy kicsit Thesszaloniki városát. Ha tetszett a videónk, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornánkra, és várunk benneteket a következő részben is, ami még mindig Görögországban lesz. Sziasztok! Sziasztok.